Mint ismeretes, dr. Kontrát Károly lett az országgyűlési képviselője Veszprém megye 2. számú választókerületének. Dr. Kontrát Károly, aki harmadik ciklusát kezdi meg, mint egyéni országgyűlési képviselő, Balatonfüreden dr. Németh Gyöngyitől, a választási bizottság elnök helyettesétől vette át a mandátumát. A Fidesz-KDNP politikusa a választókerületben 51,8%-os győzelmet aratott, 25.291-en szavaztak rá. Én nem csak az elmúlt hónapokban a kampányban voltam jelen, hanem én az elmúlt 4 esztendőben is jelen voltam. Én arra törekedtem, hogy elérhető legyek mind a 45 település Várpalotától Füreden át Szepezdig bezárólag polgármestere és az ott élők számára. Én rendszeresen rendezvényeken, különböző programokon, fogadóórákon, személyes találkozókon jelen voltam a választókerületben, elérhető voltam, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy amikor megkérdeztek a polgármesterek, vagy az itt élők, településeken élők egyes kérdésekről, én akkor azt véleményemet mindig elmondtam, és lehetőség szerint segíteni próbáltam. Azt nem állítom, hogy mindenbe tudtam segíteni, de hogy a szándékom meg volt, azt nyugodtan mondhatom. Mennyire fáradt? Nem, én jó formában vagyok. Nyilvánvaló, hogy ez egy izgalmas időszak, mert aki kiáll a választási kampányba, hogy tessék, én ezt kínálom önöknek, azt, hogy együttműködök, folytatjuk. Én mindenkinek a képviselője akartam lenni az elmúlt 4 évben, és most is ezt mondtam a megbízó levél átvételénél, hogy én a kampány lezárult, a választás megtörtént, a mandátumot megszereztem a választók bizalmának köszönhetően, de én mindenkinek, a függetlenül attól, hogy ki milyen pártállása, vagy hogy szavazott, az engem nem foglalkoztat, hanem az, hogy ha valaki megkeres, azon tudjak segíteni, vagy elmondjam a véleményemet, vagy közbejárok, vagy tájékoztatást kérek, ami a dolga egy országgyűlési képviselőnek, és a legfontosabb dolga pedig az, hogy a Magyar Országgyűlésbe képviselni ennek a gyönyörű választókerületnek mind a 45 települését, illetőleg az itt élőket, úgyhogy erre készülök. Van olyan település a választókerületében, amit nem ismer, ahol még soha nem volt? Nem, nincs. Ugye én Veszprém megyei vagyok, egyébként is sok települést ismertem, mindet nem ismertem nyilvánvalóan, de ez a 8 év, ami mögöttem van, mert én 14-ben kaptam először bizalmat, aztán 18-ban is, és most a harmadjára egyéni választókerületben. Nagyon szép települések vannak itt, minden települést egyformán szeretek. Várpalotának is megvannak a maga előnyei, szorgalmas emberek lakják, a balatonparti településeknek is, akár kezdve Akaratjától, Keneséig, Fűzfőig, Almádig, Füredig, vagy lehet mondani, akár Szepezdig is. Úgyhogy én minden települést bejártam, többször megfordulok egy ciklusba egy településen, és az is fontos, hogy mindig elérhető vagyok. Szóval megtalálnak, és így tudunk 5-6-ra jutni. Meg egy nagyon fontos dolog az eredményességhez, hogy én a Fidesz-KDNP frakció tagja vagyok, amely kétharmados többséget kapott, korábban is kétharmadunk volt, és ez megkönnyíti azt, hogy jó eredményeket tudjunk közösen elérni. Nagyon kedves volt, hogy megköszönte a feleségének a munkát. Hogyan támogatja önt a feleségem? Nem könnyű úgy ilyen közfeladatot ellátni, hogy minden területen az ember helyt tudjon állni, de csak azt úgy tudja megtenni, hogyha a család támogat, a feleségem, a gyerekeim, a menyem, a testvéreim, a családjuk, de legtöbbet a feleségemnek köszönhetek, hiszen ő az, akivel mindent meg tudtam beszélni, mert ez nagyon fontos, hogy az ember el tudja mondani azokat a kérdéseket, meg tudja beszélni, amik foglalkoztatnak, vagy amiket el kell dönteni, esetleg akár ilyen szempontból is mindig számíthattam rá. Meg számíthattam a csapatomra is, ezt ki ne felejtsem, hogy a munkatársaimra, az önkéntesekre, az aktivistákra, a polgármesterekre, mindenkire, akik mellettem álltak, és ez egy csapatmunka, ez egy közös összefogás eredménye, ez a mandátum, amit itt be tudok mutatni, úgyhogy én ezt szerint fogok eljárni a következő ciklusba is. Dr. Kontrát Károly Balatonfüreden mind a 8 szavazókörben győzött. A Partitúra galériában megtartott mandátum átadó ünnepségen dr. Bóka István polgármester is köszöntötte a képviselő urat. Pohárköszöntő tósztot pedig Várpalota polgármestere Campanári Talabér Márta mondott. Az ünnepségen fellépett Oberfrank Pál, gitáron pedig Lovász Gellért játszott.